Önök az erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Jó estét kívánok! Oktatással foglalkozunk műsorunk első felében, de nem a hagyományos értelemben. A Debrecenbánki Református Általános Iskolában idén is megszervezik a már-már hagyományosnak nevezhető bibliai tábort gyerekeknek. Takács Sárkány Ildikó, az Élim Református Szolgáltató Központ intézményvezetője és az általános iskola igazgatója Tóth István a vendégem. Jó estét kívánok, áldás békesség! Áldás békesség! No, hát ez egy nagyon különleges tábor, és ezt több szempontból is elmondhatjuk, hiszen azért Bánkon maga az iskola is különleges, és ez a tábor is nagyon. Mit lehet tudni ennek a tényleg több rétegű különlegességéről? Miért speciális ez a tábor? Áldás békesség, üdvözlök mindenkit. Azért is nagyon különleges ez a tábor, mert lehetőség nyílik generációk találkozására. Az Élim Református Szolgáltató Központban idősek nappali ellátása működik, és direkt úgy szervezzük össze ezekre a hetekre az idősek nappali klubjának a programját, hogy lehetőség legyen az idős ellátottjainknak gyerekekkel találkozni. Nagyon élvezik ezeket a találkozásokat, és ezek ilyenben nyilvánulnak meg, mint például egy sütimester, amikor bográcsban slambucot főznek, vagy paprikás krumplit főznek, vagy begyúrnak egy száraz tésztát, amiből aztán elkészül majd az a bizonyos slambuc, és együtt gyerekekkel olyan élményeket tudnak szerezni a gyerekek, hogy idős emberekkel megtanulnak foglalkozni, megérzik azt az empátiát, hogy hogyan kell az idősekkel bánni. Amellett, hogy megtanulnak krumplit pucolni és hagymát darabolni is, és látják meg tüzet rakni, tehát a fiúk kifejezetten élvezték az időseinkkel ezt a tűzrakást. Ugye a különlegesség maga az iskolának az elhelyezkedése is, hiszen az erdő közepén van. Mit lehet tudni ennek a lehetőségeiről? Azért tényleg Bánkon közel van a természet, és nem csak az erdőre gondolok, igazgató úr. Mi az, ami különlegesség lehet ebben is? Hát nálunk sok minden különlegesség van. Tényleg egy másfél hektáros zöldövezetben van az iskola. Együtt szociális ellátással, óvodával, bölcsődével, ahogy mondta a kolléganő, generációk találkoznak, illetve hát saját állataink is vannak, őzikék, pávánk, kecskéink, juhaink, illetve saját lovaink vannak, amikor is a tábornak egyik része, hogy például lovagoltatás is van benne két alkalommal is. Na most nyilván ezek már azért sugallják, hogy a tábor nem csak bibliai, de azért erősen kötődik ahhoz. Milyen célokkal, milyen tematikával indították el a tábort? Akár ugye ettől a héttől kezdve most 4 héten keresztül, 4 turnusban jönnek a gyerekek. Mit kapnak ők ebben a napközis jellegű táborban? Hát elsődlegesen a bibliai történetekre helyezzük a hangsúlyt. Minden hétnek van egy-egy tematikája. Például a mostani héten a Jézus csodatételei tematikán belül minden nap igyekszünk újabb és újabb történetekkel megismertetni őket, mint például az 5000 ember megvendégelése, vagy a kányai mennyegzőnek, ugye amikor vízből borrá változtatta, vagy Járus lányának a csodálatos meggyógyítása. Tehát, és minden hétre kapnak egy-egy szeletet a Bibliából, és nem csak Ószövetséget, hanem Új Szövetséget is. Például az egyik héten az Istennel az úton című hetünkön Dávid Góliát történetét, vagy akár a damaszkuszi utat, az etiópi főembernek a megtérését tanulhatják meg, illetve ezhez kapcsolódnak a kézműves foglalkozásaink is, amikor például halat gyöngyből halat fűznek, vagy horgászhatnak, pecázhatnak a játékokkal, és mindebből igyekszünk elmélyíteni bennük ezeket a történeteket, mert még akár drámaként elő is adhatják, vagy papírszínházzal előadhatják ezeket a történeteket, és ehhez kapcsolódnak a dicsőítő énekeink is ilyenkor, amikor egy szintetizátoros, illetve gitáros kísérettel együtt, és itt megint az idősekkel együtt, mert ilyenkor jönnek le az ellátottjaink is a klubból, és együtt megtanulhatják azokat a régebbi dicsőítő énekeket is, amelyeket már sajnos csak az idősek ismerhetnek meg. Kik vehetnek részt, vagy kik vesznek részt ebben a táborban? Főként a bánki gyerekek, vagy esetleg van kapcsolat más református, vagy nem református iskolákkal? Mennyire nyitott ez a mostani tábor? Teljes mértékben nyitott a tábor, tehát a
tanév szorgalmi időszaka után 4 héten keresztül folyamatosan heti tematikák szerint működünk. Átlagban olyan 30-50 fő vesz részt egy-egy turnusban, és ezeknek a gyerekeknek a 50%-át adják a saját gyerekeink, aki valamilyen kapcsolatban van az intézménnyel. Ezen belül, vagy ezen felül pedig az egész városból iskolabuszunk segítségével bárhonnan hozzuk, visszük a gyerekeket, ezzel is terhet veszünk le a szülők válláról, illetve ki kell egészítenem azzal is, hogy a mai viszonylatokban olcsónak is nevezhetjük ezt a tábort, hiszen manapság már 30-40 ezer forint egy tábor, itt nálunk ez 16 ezer forintból az utazással, az saját étkezéssel, saját konyhával megoldottan, illetve még a saját gyerekeinknek, idézőjelesen saját gyerekeinknek külön támogatást ad az egyházközösség még ezen felül is. Természetesen a testvérkedvezményeket is adunk, úgyhogy, és amit elmondtunk, mindezeken felül a bibliai persze az a fő motivációs vonal, de emellett mindent megkapnak, mint bármelyik másik táborban. Tehát itt a vizes naptól kezdve az ugráló váron át, a fagyizáson, mindent ugyanúgy. Nekem volt szerencsém ebben a táborban tavaly is kicsit belepillantani. Ehhez kapcsolódna a következő kérdésem. Kik vesznek részt a tábor szervezésében, a munkában? Azért is kérdezem, mert tavaly volt olyan, hogy az egyik szülő tartott agyagos foglalkozást, az egyik apuka agyagos foglalkozást tartott a gyerekeknek. De gondolom, a gyülekezetből is lehet számítani a tagokra. Az iskola pedagógusai, szóval hogyan áll össze ennek a tábornak a háttere? Kik vesznek részt a segítségben? Hát mivel ez gyülekezeti tábor, tehát mi ugye ugyan külön intézmények vagyunk, de egy gyülekezethez tartozunk, és pontosan ezért a gyülekezeti összefogásnál itt például olyan segítőink vannak, akik gyülekezeti tagok, mint például a szintetizátoros, aki gitározik is, ő is gyülekezeti tagunk, és vagy egy főzőversenyen, akikkel együtt tudnak a gyerekek, ők mind-mind gyülekezeti tagok, és tudnak nekünk segíteni. Illetve hát ugye a pedagógusaink azok, akik a tábornak a pedagógiai részét adják, de természetesen önkénteseket is fogadunk, hisz mint egy házközség a gyülekezeti tagunk fiataljaink is vannak, minden héten 2-3 fiatal középiskolás vesz részt nálunk, és ők is a mi gyülekezetünkbe tartoznak, tehát minden érintett az egész korosztály megnyilvánul, tehát középiskolástól elkezdve az időség, mindenki segít. Ugye a tábornak különlegessége, hogy azért itt nem csak bánki gyerekek járnak, de a bánki gyerekek számára mennyire vált természetessé, és most kifejezetten hadd kérdezzek arra, hogy a generációkkal való kapcsolat, tehát akár az idősek klubjával, nekik ez mindennapos, és nem csak a tábor idején látják ezt, és ez milyen hatással, a részben már azért erről volt is szó, milyen hatással van az ő fejlődésükre, vagy hát gondolkodásmódjukra, alakít ez rajtuk, lehet egyáltalán ezt így mérni, vagy látni, viszont kapni információkat arról, hogy mennyire tényleg különböző az ő gondolkodás mondjuk az idősebbektől. Mit segít ez a kapcsolat? Hát minden héten, tehát minden hónapban az általános iskolások generációs találkozás címmel meglátogatnak minket a nappali ellátásba, osztályokra lebontva. És ilyenkor, miután már mindenkivel csináltunk száraz tésztát, és megtanulták a száraz tésztának a rejtelmeit, utána elkezdtük a linzer tészta készítést, és a következő meg majd a kell tészta lesz. Tehát, hogy megtanítják ezek az idős emberek számukra azt, hogy mi között mi a különbség. Illetve én annyiban látom a saját fiaimon is, hogy empátiát tanulnak ezáltal. Megtanulják kezelni az idős embereknek a szeszélyeit is, hisz nem, ők nem úgy szólnak hozzájuk, mint egy felnőtt, hanem inkább úgy, mint egy nagymama. És nagyon sok gyereknek sajnos már nem biztos, hogy van ez a lehetősége, hogy egy nagymamával vagy egy nagyapával találkozzon, és itt egy kicsit pótolhatják. Illetve hát ugye az én szempontomból az is nagyon fontos, hogy ezeket az időseket felvidítja a gyerekeknek a jelenléte, és nagyon sokunknak már külföldön vannak az unokák, és ilyenkor egy kicsit tudnak unokázni, egy kicsit átélik azt, hogy egy gyerekkéz megsimogatja őket, vagy együtt gyúrnak egy tésztát, tehát élmény dúsá válik számukra a hétköznap is. És erre minden hónapban lehetőség van azáltal, hogy Isten dicsőségére egy általános iskola jött létre az udvarunkban. A
Ugye te táborban nyilván azért a bibliai történetek vannak a középpontban, bibliai táborról beszélünk ugyanis, de a napi munkában, illetve alapvetően a tanévben mennyi lehetősége van egy református intézménynek, vagy általában egy egyházi intézménynek, hogy akár felfűzzön bibliai történetekre, vagy bibliai témájú eseményekre olyan információkat, amik mondjuk lehet, hogy egy államiskolában nem kaphatók meg. Tehát azért ennek vannak szigorú szabályai, ezek mennyire kötöttek, vagy egy egyháziskolának megvan az a rugalmassága, hogy belevigye a reformátusságot, mennyire valósulhat meg ez egészen gyakorlatban a mindennapokban? Hát nagy mértékben, hiszen ezért, tehát egyházi fenntartású intézmény, már csak az órák szervezésével is nálunk minden nap úgy indul, hogy egy 20 perces elcsendesedéssel kezdődik a nap, amikor is megbeszélnek valamilyen bibliai témát, illetve otthoni dolgokat is a gyerekekkel. Rendszeresen részt vesznek istentiszteleteken, ugye kötelezően van két hittanóra minden egyes osztálynak. Emellett meg hát minden napunkat átszövi, tehát itt étkezések előtt, étkezések után imádkoznak a gyerekek, templomba járnak, projektnapokat szerveztünk, amik nagyon sikeresek voltak, most a húsvéti projektnapunk, vagy a pünkösdi projektnap, amikor is minden egyes osztály csapatokat alkotott, de úgy, hogy az elsős csapattag, tehát a osztályokból tevődött össze minden korosztályból, nem pedig osztályunkként, hanem itt is a generációk találkozása, bár az idősek ebben most nem vettek részt, de ott is egy-egy történet köré szerveződtek az egész programok, és mindegyik, például a pünkösnél is, olyan vetélkedőket, olyan foglalkozásokat, ami az ünnepkörhöz tartozik. Külön-külön már azt hiszem beszéltünk azért itt nagyjából mindenről, de egy picit átfogóan hogyan néz ki Bánkon az intézmény rendszer, hiszen azért nem csak iskola van és nem csak idősek klubja van. Nagyjából hányan tartoznak most ide és milyen intézményeket tart fenn a szolgáltatóközpont? Hát a Debrecen Bánki Református Egyházközség alá tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a születéstől az életünk végéig mindenféle ellátási forma megtalálható. Egy 20 fős bölcsödével rendelkezik, családi bölcsödével az intézmény. Ugyanakkor nem messze tőle egy 50 fős óvoda található, és tényleg Istennek a nagy kegyelme, hogy ugye egy óvodai pályázatot is sikerült elnyernünk, és nem sokára szép új épületbe tudunk beköltözni. És hát most épült fel egy vadonatúj, nagyon magas színvonalon egy általános iskolánk, ahova 150 gyermek jár, és emellett pedig a szociális ellátórendszerünkön keresztül 4 tanyagondnoki szolgálat segíti a bánki embereknek az életét, akár napi szinten is, akár kenyéradományok kihordásával, akár ételszállítással. 300 fős szociális étkeztetésünk van, ahol szintén rászorultak, kedvezményes áron vehetik igénybe a szociális étkeztetést, és van 3 nappali klubunk, az idősek nappali ellátása, a szenvedélybetegek nappali ellátása és pszichiátriai betegek nappali ellátása. És hát van egy főzőkonyhánk, amely pedig ellátja minden szervezeti egységünket, nagyon finom ételekkel, és hát természetesen a jogszabályoknak megfelelően működik. No, hát akkor én a bánki gyülekezet munkájához, és kifejezetten természetesen ez a mostani táborhoz is Isten áldását kívánom, és köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük. Hamarosan megkezdődhet az Immanuel otthon és iskola infrastruktúrális fejlesztése. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő fogyatékos fiatalokat ellátó intézmény Európai Uniós és Magyar Kormányzati Forrásból kap 500 millió forintos támogatást. A pénzből a Kishegyesi úton egy volt iskola épület átalakításával biztosítanak majd magas színvonalú ellátást a súlyos fogyatékkal élők számára. Hangszeres kísérettel, énekelve köszöntötték a projektnyitó résztvevőit az Immanuel otthon és fejlesztő nevelés oktatást végző iskola ellátottjai. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő intézményben jelenleg 82 halmozottan fogyatékos gyermeket és fiatalt gondoznak. Az otthon évek óta helyhiánnyal küzd. Ennek a szárnak az igénybevételével, amit az egyházkerülettől megkaptunk, bővülhettünk, de amint feltöltöttük a férőhelyeket, gyakorlatilag újra jelentkezett az igény. És mivel nem hagyományos iskolaként működik az Immanuel otthon és iskola, tehát nem ballagnak el 14 évesen a gyerekeink, hanem 30 éves korig nyújtunk nagyon komplex szolgáltatásokat, ezért állandó férőhely hiánnyal küzdünk.
Az intézmény várólistáján most is 45 halmozottan fogyatékos fiatal neve szerepel. Nekik jelent majd nagy segítséget az az ingatlan, amit a most elnyert 500 millió forintos uniós és kormányzati támogatásból alakítanak át a Kishegyesi úton. Az ottani iskolaépület bővítésével 60 fiatal fejlesztő oktatását tudják majd végezni. Pap László polgármester köszöntőjében azt mondta, Debrecen gondoskodóvárosként ezután is támogatja az otthonban folyó szakmai munkát. Az elmúlt közel 3 évtized egyértelművé tette, hogy ahhoz, hogy segíteni, szolgálni, gondoskodni tudjunk, ahhoz elkötelezett emberekre, intézményvezetőkre, pedagógusokra, munkatársakra van szükség. Óriási segítség az azon szülők, azon családok számára, akik egyébként ezzel a szakértelemmel, ami itt az intézmény falai között megtalálható, nyilvánvalóan nem rendelkeznek. A Kishegyesi úti épület átalakítása során többek között tantermek, speciális foglalkoztatók és szociális helyiségek jönnek majd létre. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke azt mondta, erre a napra megérte majdnem 2 évet várni. Most azért vagyunk együtt, mert ünnepi öröm van a szívünkben, hogy végre megtehetjük, amit kigondoltunk, és elindulhat a nagyobb hely elkészítése a sok-sok Immanuelesnek, akik már itt vannak, meg akiknek majd ide kell járni ebbe az iskolába. Isten áldja meg azt a Krisztust, aki megszaporította a mi gondolatainkat, és megszaporította az áldást, hogy abból az 500 millió forintból megvalósuljon valami, ami a szívünknek kedves. Az új, országosan is hiánypótló intézmény a tervek szerint 2021 végére készül el, és így összesen 140 halmozottan fogyatékos fiatal számára nyújt majd korszerű, minőségi ellátást. Harangot és haranglábat avattak pünköst hétfőn Dombostanyán, mellyel a helyiek régi álma vált valóra. A harangot egy műgyűjtő ajándékozta a helyi gyülekezetnek, a haranglábat pedig a közösség tagjai készítették el. A vallási jelképet a tiszántúli református egyházkerület püspöke áldotta meg. Messze zengő hangon szóló harangzúgás hirdetett ünnepet Dombostanyán pünköst hétfőn. A Szentlélek eljövetelének napján a kereszténység egyik ősi, vallási jelképének szentelésére gyűltek össze a helyi hívek. Ebben a városrészben már réges-régen nem hallhattak harangszót az itt lakók. Az én tudomásom szerint a 17. század derekán szűnt meg a harangszó ezen a tájon, amikor a parlagi templomot és a falut a törökök elpusztították, és elnéptelenedett ez a vidék. És azóta én nem tudok, hogy itt harangszó lett volna, úgyhogy ez a kis csengőszerű harang mégiscsak idézi a régi korokat, az Árpádkor szép termékeny idejét, és én azt remélem, hogy ebben a közösségben ez a harangszó, ez azt is jelenti majd, hogy vasárnapra hívja a híveket ide. A harangot egy műgyűjtő adományozta a helyi református gyülekezet számára, miután a hívek 2017-ben megkaphatták a lehetőséget, hogy a közösségi házban istentiszteleteket és közösségi alkalmakat tarthassanak. A reformáció évében jutott el oda a tárgyalás a várossal, hogy megkaphattuk a gyülekezeti háznak, itt a Dombostanya központjában levő közösségi háznak egy részét. Előtte már raktároztunk, de a gyülekezet úgy döntött, hogy szeretnének helyet, mert a kiáró lelkipásztor Tárnok Tamás nagyon szépen összeszedte ezt a közösséget, és egy közösség csak akkor tud megmaradni, hogy állandó helye van. Szépen berendezték, van egy liturgikus tér, és most a haranglábbal és a haranggal egy igazi kis gyülekezet alakulhat itt. A harangláb most készült el, ami Becski Tibor, az Adjátok vissza a hegyeimet alapítvány elnökének irányításával, közadományból, a gyülekezeti tagok összefogásával épült meg. A harangot és a haranglábat Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke áldotta meg. A vigasztaló Szentlélek vegye körül ezt a helyet, és örök életet adó reménységével ajándékozza meg. Így tegye szenté a harang hangját, és biztassa a gyülekezetet. Hirdessétek velem együtt az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő szent nevét. Fekete Károly az ünnepi alkalmon úgy fogalmazott, egy nagy áttörés történt pünköstkor, hiszen Isten szent lelke áttörte a közte és az emberek között lévő távolságokat.
törte, és a lélek áldásával úgy segített meg bennünket, hogy belénk költözve folyamatosan velünk van. Ez a jelenlétnek ez az ünnepe olyan lehetőség, ami, hogyha megszólal a harang, akkor a hívószó is megszólal bennünk a Szentlélek által. Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. Isten üzenetét Márk evangéliumából Olá István lelkész tolmácsolja. Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai nap ígét Márk evangéliumából olvasom a 9. fejezetből az 50. verset. Jó a só, de ha a só ízét veszti, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. A nyári időszakra különösképpen is jellemző családban, baráti körben a kinti sütés-főzés, és próbálunk minél finomabb ételeket készíteni ilyenkor, megfelelő fűszerezéssel, és valljuk be, hogy jó érzés látni azt, hogy a családtagok, barátok örömmel fogyasztják el az elkészített ételt. Azonban, hogyha látunk egy terített asztalt, gyönyörű szép ételekkel megrakva, de hiányzik belőle a fűszer, hiányzik belőle a só, akkor valljuk be, nem szívesen esszük meg. Jézus ebben az igében a tanítványaihoz szól, és azt kéri, hogy úgy éljenek az ő követői ebben a világban, hogy legyenek sóvá. Hogyan érti ezt Jézus? A só ízt ad az ételnek. A Krisztus követésnek is van eredménye, mégpedig egy jó ízű élet. Azonban mégis sokszor jellemző ránk, hogy keserűséggel, fáradtsággal, testileg, lelkileg kimerülten éljük a mindennapjainkat. És Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy életünk jobbá váljon. Ezért vállalta a keresztet, ezért vállalta a halált, és ezért támad fel, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk lehessen. És ennek békességével és örömével élhetünk. Ha valakinek lelki öröme és békessége van, reménysége van, akkor hiszem tud jó ízű életet élni ebben a világban. A só nem önmagában jó, hanem akkor válik értékessé és fontossá, ha beletesszük az ételbe. A keresztény élet sem önmagában éri el a célját, hanem akkor, ha hatással van másokra. Ha például családban vagy munkahelyen egy bántó szót kapunk, vagy egy rossz indulatú megjegyzést, akkor nem haraggal, nem indulattal reagálunk rá, hanem megbocsátó lelkülettel. Vagy olyan látást kapunk Isten lelke által, hogy meglátjuk a rászorulót, a bajban lévőt, akkor tudunk hozzá segítséggel fordulni. Vagy valaki terheket hordoz, vagy éppen a gyász fájdalma van a szívében, akkor meg tudjuk őt vigasztalni. Vagy éppen Krisztus erejével ellen tudunk állni a bűn csábításának, a kísértésnek, és példaként lehet az életünk mások előtt. A só jele, jelképe arra emlékeztet bennünket, hogy feladatunk van ebben a világban. És ne aggódj, hogyha a hitedet kicsinynek, kevésnek érzed ehhez a feladathoz. Hiszen sokszor egy kicsiny só elég, hogy az egész étel jobbá váljon. A te hited is változást hozhat ott, ahová Isten állított téged, mert ott te Krisztus erejével cselekedhetsz. Bizonyságot tehetsz arról, hogy van más út. Lehet Krisztus szeretetével élni és cselekedni. Adjon a mindenható Isten erőt számunkra, hogy keresztény életünk hasson pozitívan, ebben a sokszor keserű világban, adjon jó ízt sokak számára. Így legyen. Amen. Önök az erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látták. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban számítunk a figyelmükre, viszontlátásra.